Igen kemény. Szóval hello! Úgy hívják, hogy Becker Bence. Remélem nem kevertem össze. Szia, megkaptam a videó kérdésedet éppen éjjel. Mennyi van? 10 óra. Kemény. Na mindegy. Szóval megjött a videó kérdésed, és volt benne egy-két igen furcsa kérdés, hogy őszinte legyek. Hát halljuk. Na hello. Én azt szeretném kérdezni, hogy az Ubuntu 12.4 LTS az nem hajlandó az itthoni hálózatunkat fölismerni. Mert? És hogy ezzel mit tudok kezdeni? Dugd be a kábelt! Ez egyik kérdés. A másik kérdésem az, hogy nem ismeri fel a webkamerámat se. Van-e esetleg a Ubuntu Software Központban valami kiegészítő program, amivel fel lehetne ismertetni? Nem. Mert sehogy. Tényleg nem, nem fog menni. Ismerte fel eddig. Úgyhogy csak ennyit szeretnék. Beszoptad! Az a helyzet, hogy az első kérdésedre nagyon egyszerű a válasz. A Linux nem úgy kezeli a Windows hálózatot, mint a Windows kezeli a Windows hálózatot. Remélem világos. Közben addig benyomom a zenét. Egy ilyen háttérzenét fogsz hallani. Remélem nem zavaró, talán egy kicsit le is halkítom. Szóval a Linux úgy kezeli a helyi hálózatot, mint egy megosztási csomópontra tölt föl, vagy onnan tölt vissza. Így használja a helyi hálózatot, mert végül is a hálózat erre való. Aztán jöttek rá a Windowsos mérnökök, hogy játszani is lehet rajta, de ebben most nem menjünk bele. A hálózatot a Linux úgy fogja látni, hogy az integrált hálózati kártyád, valószínűleg asztali géped van, az integrált hálózati kártyád alapból felismeri, hogyha ez nem így lenne, akkor vásárolnod kell egy Realtek hálózati kártyát, amit így bele kéne állítani a számítógéped alaplapjába. Ha laptoppal rendelkezel, akkor valamivel nagyobbat szopsz, mint a szükséges. Ilyenkor egy PCM MCI-os, azt úgy hívják, hogy PC-macis hálózati kártyát kéne vásárolnod, és abba kéne bedugnod a kábelt, vagy egy USB-s hálózati adapterrel kéne csalnod az ügyben. A másik kérdésed a webkamera, hát haver, két torkos. Ha laptoppal rendelkezel, tehát kinyithatós ilyen táskás számítógép, vagy hogy fogalmazok, akkor nem jártál jól, hogy őszinte legyek. Az Ubuntu körülbelül 50 webkamerát nem támogat, és ez azért van, mert maga a webkamera, ha észreveszi, hogy Linuxra van telepítve, ő nem. Nem, hagyjatok, nem, ő nem akar. A többi az működik, próbálj egy picit márkásabb webkamerákat nézni, azok valószínűleg működnek a Linux alatt. Mondom még egyszer, hogyha laptopba integrált webkamerával dolgozol, haver, le kell ragasztani, és egy USB-s webkamot, egy másikat kell tenni a laptopba. Hogyha azt a gépet dolgozol, mint én, akkor valamivel nagyobb szerencséd van, mert fogod kuka, és veszel egy másikat, mondjuk 500, talán 2000 forintért, és elfogadható minőséget kapsz. Az Ubuntu azonnal látja, már telepítésnél fényképet csinálhatsz a felhasználóról, hogyha a webkamera működik. Remélem segítettem. Kérdezz még, hát ha tudok még segíteni. Szia!